Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Irodónk után magazinműsorunkat láthatják. Nemrégiben jelent meg egy könyv Ajka építés történetéről, és engedjenek meg ezzel kapcsolatban egy személyes megjegyzést, gondos munkával összeállított színvonalas kiadványról van szó véleményem szerint. Mai magazinunkban elsőként ezzel kapcsolatban láthatnak, hallhatnak egy stúdió beszélgetést. Köszönöm a stúdióban Horváth László urbanistát és Hornyák Attilát, városi főépítészt. Jó estét kívánok! Horváth úr, önnek jelent meg ugye nemrégiben egy könyve Ajka város építés történetéről, és itt rögtön felmerül bennem a gondolat, hogy Ajkát mint egy szürke panelváros szokták emlegetni, amiből ugye a szürke már nem igaz, de panelnak panel. Hogy lehet egy ilyen fiatal panelvárosnak építés története egyáltalán? Nincs itt valami ellentmondás? Én nem látok semmilyen ellentmondást ebben a témában, egyszerűen azért, mert a panelvárosnak is létre kellett valahonnan jönni, annak is vannak előzményei, és ezeket az előzményeket próbáltam még fölkutatni. A könyv ugyan 1940-től szól, az 1940-es év az azért kitüntetették, mert gyakorlatilag a város gazdasági alapjai akkor teremtődtek meg, egy nagyon fontos gazdasági szerződés értelmében, illetve az alapján, de 1865-től lehet számítani egyébként a városnak az egyes elemei elindulását, ugye ez a bányászat volt. Na most ugye ezek mind gazdasági kérdések, nem akarok én ebbe belebonyolódni, inkább azt a részét emelném ki, hogy én is akkor döbbentem igazán rá, hogy itt már azért az elmúlt időszak, a négy évtizednek a tárgyi emlékei olyan mértékben változtak, ami miatt már érdemes építéstörténetről beszélni. Ugye elindultak a hagyományos építészet stílusaival, illetve szerkezeteivel, és ugye ennek megfelelően, a bauxit lakodákra tekintünk, akkor ez egy ilyen korabeli időszaknak megfelelő magyaros stílussal. Utána jött a szociál, szintén a hagyományos szerkezeteivel, ez fölváltotta az iparosított építészetnek az első lépcsője a blokképület, aztán utána jött a panel. Egyébként bármilyen meglepő, Ajkán nem a panel épületből van a legtöbb. Azért tűnik a legtöbbnek, mert ugye egy helyre koncentrálódik, és ráadásul a város közepére. Tehát a belváros egy részére, ráadásul a városközponthoz legközelebbi részére koncentrálódik. Hornyák úr, önök ugye, ahogy mondani szokás, hozott anyagból dolgoznak, tehát volt már egy alap, amiből ki kellett építeni egy városi arculatot. A könyvnek a címe ugye modernitás szorításában. Vajon ez a modernitás mennyire szorította vissza, vagy mennyire tudták megőrizni? Mennyire szorította vissza a város arculatát, mennyire tudták megőrizni? Én azt gondolom, hogy jelenkorban most nekünk az a dolgunk városépítőknek, hogy a hozott anyagot, amely nagyon sok értéket is tartalmaz. Egyébként, aki ezt a könyvet elolvassa, rá fog döbbenni, hogyha nem szembesült volna vele, hogy igenis sok értéket lehet felfedezni a városban, nem csak természeti értékeket, hanem természetesen épített értékekben is azért számos jeles épülettel bírunk. Én azt gondolom, hogy ebből a hozott anyagból dolgozva megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni. Én azt gondolom, hogy ha most elmegyünk akár a Kosztorány utcába, és végig sétálunk rajta, akkor azt látjuk, hogy egy jól konszolidált, egy nyugalmas, egy olyan jó érzés abban az utcában sétálni. Tehát, hogy megpróbáltuk az adottságokat figyelembe véve, akár a felújítások terén a színeket úgy használni, hogy valamennyire azért tiszteletbe tartsuk az adott kornak az adottságait, és azon ne nőjünk túl, egy kicsit visszafogottan színezzük akár az épületeinket. Én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk azért, hogy Ajkán élünk. Az Ajka építészeti értékek sajnos én azt gondolom, egy kicsit alá vannak becsülve, és sokat kell azon dolgozni, sokat kell róla beszélni, hogy valóban mindenki elhiggye, és büszke lehessen arra, hogy Ajkán él, és hogy egy modern városnak is igazán lehet szép arca is, és múltja. Tehát sikerült megőrizni akkor gyakorlatilag azokat az értékeket, amiről itt beszélt Horváth úr is, hogy itt vannak, és akkor hadd kérjen meg említsen néhányat ezekből az olyan értékekből, amikre fel se figyelünk, amik mellett elmegyünk nap, mint nap. Van több is egyébként Ajkán, és erre én is Isten igazából akkor döbbentem rá, mikor Veszprémből hazajöttem. És ugye nyugdíjas lettem, és elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, mert elkezdtem nyitott szemmel elmenni azok mellett az épületek mellett, amik korábban csak elrohantam.
És érdemes egyébként körülnézni, több is van ilyen, ugye Kosszolány utca az egyik valóban ilyen, amelyik bár mindennapi épületekkel, típusépületekkel épül, de a konfiguráció mégis olyan, amelyik egyébként hordoz egy olyan értéket, az utcának az ívelésében van egy olyan érték, amelyik valóban kellemesé teszi. Másik ilyen utca, ahol az épületek sajnos kevésbé jó sikerültek, de a komponálás rendjében olyan többletértékek vannak, amikre érdemes odafigyelni és érdemes megőrizni. Ez pedig a Móra Ferenc utcának a déli szakasza. Itt ugye az a szociál terméke. Hagyományos építési móddal készült, de egy hihetetlen tudatos komponálást vittek végbe az akkori tervezők. Egyébként azt hiszem az építész tervező nevét nem haszontalan megemlíteni, Tiroler Endre volt. Ő készítette ennek az utcának a tervét, de nagyon sok tervező közreműködött, hihetetlen mennyiségű rendezési tervek készültek abban az időben, folyamatosan változtak szinte a tervgazdaság legszigorúbb körülményei között. Folyamatos termódosítások voltak. Tehát itt az épületek a tengely szimmetriájára vannak szerkesztve, ahol a lodzsa van az egyik soron, akkor lodzsa jelenik meg a másik soron is, ha egy francia erkély, akkor a másikon is, illetve egy ilyen külő erkély, a harmadik változata is az erkélynek megjelenik így módon. Én mikor láttam a színezését az épületnek, akkor mondom, hát ezt célszerű lenne a szimmetriának megfelelően megtenni, és kezembe került egy korabeli felvétel, színes felvétel, és nem volt azonos színű a két épület. Hát mondom, még ezzel is oldani akarták egyébként a szocialista realizmusnak a kánonját. Ugye az egy másik ilyen jellemző egyébként annak a kornak az, hogy a tengelynek rá kellett mutatni egy főépületre. Na most ez is rámutat egy iskola épületre, tehát nem egy olyan hatalmas, nem a hatalmi jelenik meg ott mögötte, hanem egy iskola. És ráadásul az iskola tömege pedig aszimmetrikus ilyen szempontból, tehát még ott is próbálták oldani. Tehát magyarul is röviden, Ajkának szociál egy egészen ember arcát mutatja. És egyébként ebben számomra azt jött vissza, hogy ebben a minőségben lehet, hogy az országos átlagot meghaladja. Beszélgettünk itt adás előtt arról is, igen, bocsánat, hogy itt vannak különböző idézőjelben, tehát nemzetközi vonatkozások, igen, is, igen, itt Ajkán. Igen, igen. Melyek ezek? Mert hiszen azt hiszem, hogy erről se tud a legtöbb lakos, ajkai lakos. Igen, hát az egyik ilyen maga a szolgáltató házban jelenik meg. Ne beszéljünk a mai állapotáról, mert egy rendes rekonstrukció ráfér. Olyan bővítések, meg olyan színezések jelentek meg ott, amelyek miatt egyébként egy nagyon komoly felújítást mindenképpen megér az az épület. De az épület egyébként Rutka Gyurának az a terméke, amelyik a Le Corbusier féle építészetnek a stílus elemeit használta föl. És itt különösen a Indiában az egyik tagállam fővárosában, Chandigarhban elkészült igazságügyi palotának a stílus jegyei figyelhetők meg, ezek, különösen ezekben a nagy oszlopban, az egységes télefedésben, amely alatt különböző tömegek jelennek meg. És ezek az átjárók az épület egyik másik oldalára való könnyű átjárás biztosító passzázsok, ezek, amelyek az épület értékét növelik, illetve onnan hozzák. A másik mindjárt ott a Sétáló utca, azt Rotterdamból lehet eredeztetni, az 50-es évek elején készült el két holland építésznek a munkájaként a Limbán nevű üzlet utca. Ez a gyakorlatilag az emberi találkozásnak, a kommunikációnak a terét próbálták meg létrehozni, hogy abban az időben, illetve azt megelőzően volt a Le Corbusier, illetve az Attini Kartának olyan irányzata, amelyik a területi egységek elvére épült, és azokat nagyon leposzította, nagyon szükre szabta, és ehhez képest kiesett a kommunikációs téren, ezért jött egy olyan újabb építészet irányzata, amely megpróbált ezeket pótolni, és ezekben talált egyébként helyet. Ez az akkori megnevezések szerint, hogy a lineális koncentráció elvét próbálták meg alkalmazni, akár egyébként az megjelenik a szociális lakótelepen is. Hornyák úr, itt korábban, hát jó pár évtized, de korábban voltak azért nem is műemlék jellegű, de minden esetre azért hasonló épületek, gondolok itt a volt Ninzé kastélyra például, amik le lettek bontva a városrendezés alkalmával. Nem tudom, hogy nem lett volna célszerű ezekből legalább valamelyik megőrizni, nem illettek volna bele valahogy a város képbe, nem lehetett volna beleilleszteni mondjuk, és akkor építettek helyett egy múzeumot ugye a templomdombon. Hát biztos vagyok benne, hogy én boldog lennék, hogyha több szép, módosabb épülettel bírna a város, de ez egy adottság. Nyilván annak a kornak a gondolatiságából ez kerekedett ki, ami most látható a városban.
De én attól függetlenül én büszke vagyok a Kinizsi utcára is. Tehát, hogyha bemegyünk a Kinizsi utcába, nagyon sok szép épülettel találkozunk. Én, a 30-as évek. Így van. Tehát a 30-as években is van bőven ház. Tehát, hogyha ott a vasútállomás környékén körbenézünk, akkor ott jó érzéssel lehet épületeket nézegetni, én úgy gondolom. És így visszatérve még ott a kaszinó környékére, nekem egyébként személyes kedvencem a két lapostetős házak, 20 egységes vagy 20 lakásos házak, azok szerintem a legszebbek és a legzseniálisabbak. És most nagy örömömre az egyiket fel is újították. Igen. Vagy itt volt például, hogy visszatérve elég épületekre volt városháza, tanácsház, idején, ami megint szintén egy elég szép épület volt. A Nézékastély, ugye, amiket lebontottak, holott azt gondolom, hogy ezek valahogy őrizték volna a városnak a identitását egy kicsit, hiszen hozzátartoztak annak idején. Könyvre visszatérve, Horváth úr, hogy épül fel, milyen rendező elv szerint épül fel ez a könyv? Időrendben, vagy? Hát eznek három nagyobb fejezete van, és a három nagyobb fejezet elé azért raktam egy olyan történeti ismeretterjesztő áttekintést, ami, hogyha a laikus a kezébe veszi, akkor tudja, hogy mi az a rendezési terv, vagy tudja, hogy mi az, hogy házrendezési terv, meg egyáltalán tisztában legyen az, hogy a lakótelep az milyen előzmények, építészeti városrendezési előzmények alapján alakult ki, és mi adta ennek az iparosodott építészetnek meg azokat az elemeit, amelyek lehetővé tették egyáltalán ezt a történelmi építészettel szembe, amelyek egyes telkekről szólt, azokon egy-egy épületet elhelyezve zártsorú beépítésekkel. Itt viszont ugye szabadon álló épületek vannak. Itt létre kellett hozni azokat a struktúrákat, amelyek folytán ezek a lakóépületek így kialakulhattak, és kiszolgálhatták a tömeges lakásépítést. Mert itt azért Ajkán a lakásínség az igen szorító volt, és a könyvben remélem is az a második része, amelyik tehát a történelmi része az után következő második része az, amelyik megpróbáltam idősorok képzésével bemutatni a város építés egyes tényezőit, mint a népesség, aztán az ipar, a gazdaság legfontosabb cégeken keresztül, és azon kívül pedig keresőket, az infrastruktúra, az alapellátás, meg a többi, nem akarom sorolni, a könyvben ezek benne vannak. Megpróbáltam nézni azt, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz. És ezeknek meg kialakult egy olyan fajta rögzült sorrendje, amelyik végkísérte szinte az egészet. Na most az, ami nagyon fontos és érdekes eredménye volt az én számomra, ennek az, hogy az a klasszikus, szocializmus építés időszakára megállapított és az irodalomban megjelenő tétel, hogy az iparfejlesztéshez képest végig elmaradás volt a városfejlesztés, itt Ajkán megdőlni látszik. Az én számomra az vált világosra az adatokat elemezve, hogy valóban egy hatalmas elmaradással indult az egész városfejlesztés az 50-es évek elején, akkor igen-igen nagy elmaradásba került a maga városnak a fejlesztése, de egy idő után ennek a íve, ennek a tendenciája, ez egyre inkább csökkent, elkezdett logaritmikus görbét fölvenni, és ugyanakkor viszont a városfejlesztés az úgy meglódult. És a rendszerváltás előtti évekre már ez szinte zárult. Na most ugye akkor azért az akkor viszonyokat visszaemlékezve azért a gazdaság megtorpant, és ott megint egy kicsit elkezdett nyílni az olló. Tehát magyarul nem igaz az a tétel, hogy a városfejlesztés végig elmaradott volt. Itt Ajkán különösen nem. Most ezzel tudni kell, hogy a szocialista városok azok mindig kedvezményezettjei voltak az akkor időszakra redisztribúciós tevékenységének. Ugye bevonták a pénzeket, és ugye az erosztó preferenciál szerint megújraosztották. És ebből eredően ugye a szocialista iparnak a felegvárai, azok mindig többet kaptak, mint az egyéb városok. Így alakult ott aztán ki, és akkor van még egy harmadik fejezet, és is az kérdés erre vonatkozik, csak bővre bevettem a kelletőnél. Tehát itt arról van szó, hogy megpróbáltam megnézni azt, hogy tulajdonképpen ennek a folyamatnak az eredménye, ami a történetiségében és a számok alapján be van mutatva, hogy milyen eredményt hozott létre a település szerkezetében és a tucaképekben.
Hornyák úr, ugye mondtuk, hogy a fejlődés nem áll meg szerencsére, és máig is van mit fejleszteni, és amivel kezdtem, hogy hozott anyagból dolgoznak, arra is gondoltam például, hogy a már meglévő régi lepusztult épületeket próbálják hasznosítani, gondolok itt arra bizonyos pókra, a szénosztályzóra, ami ugye nagyszabású tervek készültek annak a felhasználására. Lesz ebből valami? Folytatódik-e ez a felújítás? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon boldog lennék, hogyha az épület új funkcióban, vagy akár a régi funkciót kiegészítve, mondjuk egy ipari tevékenységre lehetne használni. Nem tudom. Tehát most jelenleg nagyon megtorpantak a pók fejlesztésével kapcsolatos lépések. Én optimista vagyok, hogy lesz ebből valami, de most látom azt, hogy ennek a folyamata megállt, megtorpant. Én sajnos nem látom azt, illetve nem tudok arról most konkrétat mondani, hogy ebből mikor mi lesz. De legyünk még optimisták, hogy ne temessük a pókot. Tervek megvannak, tehát elképzeléseink megvannak hozzá. Horváth úr, egyetlen kérdés még, hol lehet hozzáférni, hogy lehet hozzáférni ez a könyvhöz, ha valaki meg akarná vásárolni? Hát a kiadója a Veszprém megye levéltár, vele kell felvenni a kapcsolatot. Én ezen már törtem a fejemet, hogy voltak éppen hogyan lehetne megoldani, mert nem látom tisztán az, hogy mi a következő lépés ebben. Arra gondoltam a magam részéről egyébként, lehet, hogy ez egy naivitás, hogyha több jelentkezés van erre vonatkozóan, akkor én kérni fogom a veszprémi levéltárat arra, hogy akár egy ajkai könyvesbolttal kössön egy bizományi szerződést, aztán hozzon le kellő mennyiségű könyvet ebből, hogy mennyi, azt én meg nem tudom ítélni. Minket azért is mondta, az itt a reklám helye most. Igen, úgyhogy, hát azt hiszem, hogy jó célt szolgálunk, úgyhogy ha valaki meg akarja venni, akkor önhöz forduljon elsősorban, első körben. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én is köszönjük.